budai felhő, s a napom sugarait ellopják. Egyszer letörlöm a homályt a horizontról, és festek egy képet, mondjuk tarkát. Elindulok egyedül, és nem érdekel majd, hogy a színeket megint ellopták. Engedek egy kicsit a kísértésből, és elviszlek egy útra magammal. Ne nézz hátra, ne köszönj el, csak talán soha ne felejts el. Ne nézz hátra, ne köszönj el, majd a reggeli felhő, ő örömmel kérdezik nevem, ne szólj nekik, csak emlékezz és nevess meg itt. Minden reggel veled kelnek a budai felhő, s a napom sugarai elmondják, és hogyan történt, de hogyan tovább. Azt jó lenne mindig tudni, ha mondaná. Egy messziről jött ember, én hiszek neki, csak annyit udvarolj és mondj neki. Ne nézz hátra, ne köszönj el, csak talán soha ne felejts el. Ne nézz hátra, ne köszönj el, reggeli felhő, ő örömmel kérdezik nevem, ne szólj neki, csak emlékezz és nevess megint. Kedves hallgatók, a Fenglőr zenekartól hallották a Budai Felhők című számot. Mai telefonos vendégem K. Fangler Péter, a zenekar frontembere, aki a szombati koncertjük kapcsán mesélt az együttesről. K. Fangler Péter vagyok, a Fangler zenekarnak az énekese. Elmesélnéd nekünk, hogy mikor alakult meg a zenekar, miért alakult? Nekem, mikor felköltöztem Budapestre, akkor én győri vagyok alapvetően, és felköltöztem az egyetem miatt Budapestre, és akkor kezdtem el a srácokkal együtt. Hát először munka kapcsán, aztán pedig ilyen baráti viszony kialakulván együtt elkezdtünk zenélni, és az első dalunk annyira jól sikerült, legalábbis mi úgy éltük meg, hogy zenekart kell alapítani, és aztán ez volt a Gyere Szédülj, és ezt kapcsán kezdett kialakulni a magának a zenekarnak a képe, hogy végülis milyen tagok, kik az állandó tagok, és most már egy éve azt gondolom, hogy a zenekar így koncertképesen halad. Kik a zenekar tagjai? Jelenleg most már ezt mondhatjuk véglegesnek szerencsére. Szabó Zoli, akivel kezdtem az egész zenét, egész Fangler ritmusgitáron, Verók Andris a másik gitáron, szólogitáron, Tóth Bandi basszusgitára játszik, és Heller Peti van a dobok mögött, és hát vagyok én énekes. A zene stílusáról mit tudnál elmesélni nekünk? Hát ez minél nehéz kérdés. Én mindig azt szoktam mondani, hogy popzenét játszunk, de annyira pejoratív, azt gondolom, a pop szó manapság, hogy mindig azt hozzáteszem, hogy ilyen jó értelemben vett popzene. Akkor hallgassuk meg, hogy milyen az a jó értelemben vett popzene. Következik az Eltört című Fenglőrz dal, majd egy kis szünet után visszatérünk a zenekarról készült interjúval.
vegyél észre, itt nem találsz. Kikapcsol a szívem, lemerül a lelkem, vár. Vár egy újabb édes aludás, hogy valami eltört, bennem lehet csak ettől. Volt bájos reggel, úgy néztél rám, hogy valami eltört, benned lehet csak ettől. Lesz minden reggel, félig üres az ág. A polcon egy képről egy gondolat ébreszt rá, hogy valami eltönt, talán jobb lesz a reggel, talán más lesz egy fodros vágy, talán nem lesz több értelmetlen varázs, hogy valami eltönt, bennem lehet csak ettől. Volt bájos reggel, úgy néztél rám, hogy valami eldölt, benned lehet csak ettől. Lesz minden reggel, félig üres az ág. Hogy nem akarom azt, hogy láss, hogy nincs bennem valomás. És ne félj attól, hogy egyedül ébredsz rá. Napsütéses éjszakán, mikor olyan közel bújsz hozzám, az élet másik oldalán, várok még talán-talán. Nem találtam meg akit, még kerestem és nem vakít, a szerelmem nem tántorít, az EKG-m nem változik. Egy nem hűséges éjszakán, ha nem találok el hozzám, az arcom másik oldalán, rám nevetsz talán-talán. Voltam és megváltozik, ki leszek, s ez nem bátorít, ha ilyen öreg maradok. Csak vakulok, nem indulok. Ha tudnám, hol van, nem szeretném. Elmennél, s többé nem keresnél. Gyere, szédünk, hosszan táncolj velem. Rajzolj szíved forró tenyeremen. Meg se csókolj, kérlek, ne rozd el. Végre haratlan, és aztán engedj el. Ha teszem, akkor haladok, és boldog is leszek, csak ott kell legyél. Várj talán, ha nem jönnék el délután. Kérj még tőlem éjszakát, gyertyafény meg csillogást. Jövök már, már itt vagyok, talán itt is maradok. Ha tudnám, hol van, nem szeretném. Elmennél, s többé nem keresnél. Gyere, szédünk, hosszan táncolj velem. Rajzolj szíved forró tenyeremen. Meg se csókolj, kérlek, ne rozd el. Végre haragd meg, és aztán engedj el.
csak más. Mindig ez lesz a legszebb fény, csak egyszer, egyszer kell, hogy rám néz, és egyből mindent érts. Nem kell, nem kell a sors, kérlek, ezt tegyük semmisé. Kedves hallgató, a Flangers-től szólt a Gyere szívű. A zenekar frontemberét, Pétert kérdeztem a jövőbeni terveikről, céljaikról. Mindig arra vágyik egy zenész, hogy is, hogy a dalait megismerjék, és hát nyilván az egy sikeres művészet, hogyha az alkotásait elismerik, illetve szeretik, rajonganak érte. Úgyhogy azt gondolom, hogy hát az a cél, hogy minél több emberhez eljussunk első körben, második körben pedig az, hogy minél több emberrel megszeretessük a zenénket. Nálatok hogyan zajlik egy alkotási folyamat, a próbákat hogyan képzeljük el? Szerencsére minden héten lejárunk a terembe, úgyhogy közösen zajlik. Nagyrészt nyilván otthon mindenki a gitárját vagy a hangszerét azért nyúzza, de szerencsére közösen, tehát hogy azt lehet mondani, hogy mondjuk én van valami ötletem, akkor leviszem a terembe, és akkor a srácokkal együtt elkezdünk gyurmázni rajta, és így alakulnak ki azok a stíluselemek, vagy azok a ritmusok, amiket aztán megcsinálunk, és hát aztán utána következik a szövegírás, amit ugye általában az énekes csinál. Most a szerencsére azt is közösen szoktuk a pár újabb dalainknál megfigyelni most már, hogy közösen írunk szöveget, de eddig nagy részt én írtam őket, illetve később szövegírókkal is nagyon szívesen dolgozunk, nem zárkozunk át vele. Milyen visszajelzéseket kaptok? Hát a zenekar mellett mi ilyen hangszeres fronton dolgozunk, különböző helyeken a Budapesten, és ennek köszönhetően nagyon sok szakmabeli barátunk van, úgyhogy a szakmabeli elismerésünk az jó. Szoktuk üzenet nevetni, legalábbis azt hiszük. De az a szerencse, hogy azért akinek mutatjuk a zenéinket, az örül neki, vagy tetszik neki. Nagyon-nagyon tényleg elismeréseket kapunk szerintem. Tudnál mesélni egy történetet, egy rövid anekdotát, ami a zenekarhoz köthető? Hát röviden talán az, amikor megismerik. Tehát az, hogy mi az Zolival nagyon, ugye mi egy cégnél dolgoztunk, és nekem az mindig megmarad élénken a képzeletemben, amikor először leültünk közösen zenélni. És akkor én egy zongorán elültem, meg egy gitár volt a kezébe, és talán az egyik első dalunkat akkor meg is írtuk rögtön, mert ez annyira jó érzés volt alkotni, vagy így közösen megfogni a hangszereket, és nekem most, hogy ki kéne emelni egy sztorit, akkor ezt mondanám. Ne csak beszéljünk a munkásságotokról, hallgassunk is bele. Következzék a Valami Szép című Flangers dal, majd egy kis szünet után folytatjuk a Péterrel készült interjút. Minden reggel elalszol, utazol el magadtól, amikor valahol megérkeznél. Egy üres kor nem lehet szép, holnap rajzoltam is kép, amiről kapásból ismernél. Nem lehetsz rossz irányban, haladsz a szürke árral szemben, a fél homályban rám sem ismer. Valami szép felfordult,
nekem csak azt hiányzott, hogy elfelejtettél. Valami szép felfordult, föld a holdról nagy volt. Nekem csak azt hiányzott, hogy elfelejtettél. Valami szép felfordult, Kedves hallgatók, folytatjuk a telefonos beszélgetést a Fenglőr zenekar frontemberével, Péterrel. Melyik a kedvenc dalod, a személyes kedvenced? Hát nekem a személyes kedvencem az összes. Tényleg egyébként nagyon nehéz, mert ez olyan, mint hogy csak mondjuk nincsen gyerekem, de mint hogy a gyerekeit közül kéne választani. Nem is tudok kiemelni, tényleg mindent nagyon szeretem. Nyilván a gyereszédői azért az mondható, eddig a legtöbbet játszott dalunk, talán azt ismerik a legtöbben, mert az, meg az volt az első dalunk. Viszont az újakat is nagyon szeretem, az esküvő lesz például, annak a mondandóját nagyon-nagyon szeretem. Szóval hát a gyerekeim közül sem tudnék választani. Trükkösebben teszem fel a kérdést, hogyha ez az egy dal lenne, amivel megmutathatjátok magatokat országnak, világnak, és ezen múlik, hogy ismerni fognak titeket vagy sem, akkor melyik dalt dobnád így a közönség elé? Értem. Hát valószínű, hogy a valami szép című dal lenne, mert azt érzem úgy per pillanat, hogy nagyon, nagyon jó dolgok történnek vele, illetve nagyon, nagyon jó talán zeneileg is, és mondani valóilag is ez a nóta. Most fog hozzá héten belül egy klip megjelenni, úgyhogy ez talán azt gondolom, hogy a legerősebb dal és a legalkalmasabb lenne arra. A kérdésedre válaszolok, hogy egy ország előtt mondjuk ezt megmutassuk. Az utolsó kérdésem az lenne, hogy mit üzennél a rádió hallgatóinak? Igaz, hogy mentsék el a Facebookon maguknak a Fanglers oldalt, és kövessenek minket, és nézzék, hogy mi újság velünk. Szépen köszönöm, hogy beszélhettünk. Jó, rendben, köszönjük szépen a lehetőséget. A zenekar frontembere Fangler Péter mesélt a zenekarról, de a hétvégi Kazincbarcikai koncertjükről is megkérdeztük az együttest. Telefonon sikerült elérnünk a Fenglers zenekar dobosát, Heller Pétert. Szia, én a Heller Péter, hello. Hát én már voltam Barcikán többször fellépni az évek folyamán, én nagyon szeretek oda járni. Régebben volt még ott a Kaszafest, és ott is többször felléptünk, és nagyon jó hangulat volt mindig. És most is nagyon jó hangulat volt, nagyon jó kis közönség volt, és innen is köszönjük szépen a Kovalszkijéknak, hogy mehettünk velük, és nagyon jól érezzük magunkat a turnén. Ha meghívást kapunk, akkor nagyon nagy szeretettel jövünk ismét vissza. És hát ugye most még a turné most kezdődött, tehát most kezdtük el az egészet, még sok állomás van, és hát reméljük, hogy minél jobb koncerteket tudunk majd adni így a következő hónapokban. Szóval most ugye turnéban vagyunk, és lassan most kijön a videóklipünk is, azt már fel is vettük, és most már csak így a végső munkálatok vannak, és lassan az is megjelenik. Természetesen most ugye a turné után sem fogunk leállni, tehát vannak így tervek így a jövőre nézve is. Új dalokat csinálunk, tehát folyamatosan most a turné alatt is próbálunk, és új dal ötletek vannak, új dalok születnek, és hát természetesen szeretnénk majd jövőre egy lemezzel is előrukkolni, egy nagy lemezzel, úgyhogy most ezeknek a munkálatai folynak éppen. De nagyon jó hangulat van a csapatban, a buszban is, nagyon jól érezzük magunkat, úgyhogy tényleg egy nagyon jó kis turnén vagyunk most. Mindig vannak jó történetek, hát vannak publikusak, még nem publikusak is, de mindig nagyon jó hangulat van, és a humor az a zenekaron belül is úgy érzem, hogy elég főhelyen van, mert mindannyian szeretjük így a másikat ugratni, és ezekből tényleg olyan kis vicces dolgok szoktak kijönni, hogy megalapozzák így a aznapi hangulatot a csapatnál, ami nagyon jó egyébként, mert így a koncertekre jó ráhangulódás. Úgyhogy tényleg nagyon kis vicces arcok vannak ebben a zenekarban. A zenekar nevét úgy kell kiejteni, hogy Fenglers. Tehát nem Fangler, hanem Fenglers. Tehát ugye ezt most még így szokniuk kell az embereknek, aztán reméljük, hogy majd egy idő után ez nem lesz gond, és akkor mindenkinek ez már így evidens lesz, hogy Fenglers. Hát ezen dolgozunk. Na és visszatérve pedig, hogy nagyon sokan voltak most hétvégén. Nagyon jó kis buli volt, úgyhogy tényleg úgy jöttünk le a színpadról, hogy szerintem talán ez volt az egyik legjobb koncertünk idáig az összes közül. Úgyhogy nagyon nagy szeretettel jövünk vissza, hogyha hívnak minket Barcikára. Még egy kérdésem lenne, hogy mit üzenél a rádiótok hallgatóinak?
Rádiótop hallgatóinak? Azt üzenném, hogy minél több zenét hallgassanak, minél több jó zenét hallgassanak, mert a zene az egyik legjobb dolog a világon. További sok sikert kívánunk nekik! Nagy Lillát és a Fengler zenekart hallották. Csúzóul hallgassuk meg Péter egyik kedvencét, az Esküvő lesz című számukat. Furcsa, hogy nincs ezüst híd, Balaton nem világít, egy vitorlás nélkül csak két poros pohár. Hiszem a szavak hangját, naívan ne kérdezz rá. Az emlékből várat épít sok szerelmes lány. Hogy juthattuk eddig, nincs több érzés, csak talán mindig mindent elképzelni úgy, hogy te a jobbomon át téged úgy emlegetnek már, hogy a feleségek tűz köréről a legszebb alkotás. Mi te boldogabbá ezen kívül nincsen más, hogy ne lenne minden nővel az a sok szép nagy áldás. Mindent, ha el is hinnél, játékból veled lennék. Az éjszakán nincs előttem, reggel azt a vár. Megterít a hétfő, nélkülem nincsen két fő. A pillantás abból kéne még fűszer gyanád. Hogy juthattunk eddig, nincs több érzés, csak talán mindig mindent elképzelni úgy, hogy te a jobbomon át téged úgy emlegetnek már, hogy a feleségek csúf köré a legszebb alkotás. Mi tehet boldogabbá ezen kívül nincsen más, hogy ne lenne minden nővel az a sok szép nagy áldás. Te a jobbomon állsz, téged úgy emlegetnek már, hogy a feleségek csúf köréből a legszebb alkotás. Mi tehet boldogabbá ezen kívül nincsen más, hogy ne lenne minden nővel az a sok szép.